Teljesen letarolta egy orosz rakéta ennek az ötszintes panelháznak a felső emeletét a kelet-ukrajnai Pokrovszkban. A 60 ezer lakosú Donyec megyei településen a támadásban 3 ukrán civil vesztette életét, 11 ember megsebesült. Pavloradot az éjszaka lőtték rakétákkal az oroszok, egy 79 éves asszony meghalt, 7 megsebesültek. Súlyos károk keletkeztek egy ipari üzemben, de családi házak is megsemmisültek a csapásban. Az ukrán hadsereghez közben folyamatosan érkeznek a nyugati katonai felszerelések. Ezen a felvételen brit páncélozott szállítók és Humvee-k láthatóak a harctéren. Az ukrán nemzeti gárda egyik parancsnokának Igla rakétával sikerült lelőnie egy Su-24-es orosz vadászgépet Bakhmut felett. A parancsnok szerint az oroszok túlságosan magabiztosak, ez okozza sokszor a vesztüket. Közben lengyel sajtóértesülések szerint az amerikai elnök jövő héten Lengyelországban találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. Azt még nem tudni, hogy Joe Biden Varsóban vagy az ukrán határ közelében tárgyal-e hivatali kollégájával. Már is a stúdióban van Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, és Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter. Jó reggelt kívánok! Az a kérdés, hogy közeledve az egyéves évfordulóhoz van-e jelentősége annak, hogy Joe Biden eljön Varsóba? Mit befolyásolhat ez a találkozó? És hát az is érdekes, hogy mi magyarok, vagy Orbán Viktor, vagy Novák Katalin, amikor oda megy, akkor mit tud kommunikálni ebben a helyzetben? Az amerikai elnök megy valahova, a McDonald'sba, szomszédban, annak is van jelentősége, ha tengeren túlra utazik, annak meg mindig van jelentősége. Bár ugye azt el kell mondani, nyilván ennek demonstrációs jelentősége van, hiszen azt a döntést, amit meghoz mondjuk esetleg Varsóban, azt nyugodtan meghozhatja a Fehérházban is, csak hát ennek a demonstrációs jelentősége sokkal nagyobb, és nagyon fontos, ugye, mert vannak jelek arra, és különösen vannak sokan, akik szeret, hogy ugye az amerikaiak kifáradnak a támogatásban, és azt állandóan bizonyítani kell, hogy ez nem így van. Egy ilyen látogatás az mindenképpen ezt a szélt is szolgálja. Ha belegondolnak a kedves nézők, hogy az elmúlt időszakban a magyar kormányfő és csapata mi mindent meg nem tett azért, hogy egy közös fényképre kerüljön az amerikai elnökkel, akkor ahhoz képest tudja értékelni azt a gesztust, hogy az amerikai elnök lényegében házhoz megy a lengyelekhez, és de... annak a koalíciónak a támogatására, amelyik az ukrán erőt és az ukrán népet segíti. De azt még mindig nem tudjuk, hogy a magyar adminisztráció Novák Katalinnak adja-e át a lehetőséget, hogy elutazzon Varsóba, mert ugye itt több országgal találkozik az Egyesült Államok elnöke, vagy pedig Orbán Viktor azt gondolja, hogy itt most tiszta vizet önthet a pohárba. Hát ők ugye nagyon régen letették a voksot a másik oldal mellé, a republikánusok és Trump mellé. Nyilvánvalóan azt a politikát követik, hogy Novák Katalinnak az a feladat, hogy a demokratákhoz néha-néha odahajoljon, adott esetben mondjon néhány kedves szót, de egyéb iránt kőkeményen az amerikai jobboldal pártján állnak, és ugyanazokat a mondatokat idézik. Mindezt most háborús aspektusból vizsgáljuk meg, ugye? Itt van a szankciós csomag, Szijjártó Péter elment Brüsszelbe, és teljesen kiakadt. Hát egyrészt Brüsszel nem támogatja az infláció letörését, az egy dolog, de hát azt is mondja, hogy bevált, nem mondhatjuk azt, hogy beváltak a szankciók, már kétszer kiderült, mondja ő, hogy nem váltak be. Én a belpolitikai aspektusok kommentálását átadom miniszter úrnak, jó, mert ahhoz nem értek. A kérdés a szankciókon van. Azért ezt akartam mondani a második felében a mondatot. Ja, értem. Ugye a szankciók az egy furcsa dolog. A szankciók az esetek döntő többségében nem úgy hatnak, hogy bevezetem a szankciókat, és akkor hónap után minden megváltozik. Ugye természetesen politikusok, jelenlévők mindig kivételek, a politikusok ugye azt mondták, hogy jönnek a szankciók, és akkor azzal minden rendben lesz, tehát aki elhitte, az sajnos rosszul tette. Ugye ezek hosszú távon hatnak, és hosszú távon hatnak. Tessék megnézni, az orosz költségvetésnek a deficitje soha nem látott méreteket öltött. És ami a legfontosabb egyébként, ugye nem az a fontos, hogy Natasa éhezzen Moszkvában.
vagy akár Vlagyivosztokban. Az a legfontosabb, hogy a modern technológiához nem jutnak hozzá, és ezzel a fegyvergyártásnak nagyon komoly problémái vannak Oroszországban. Ha valami nem az fog hozzájárulni a háború végéhez, hogy az orosz nép fölkel és forradalmat csinál, erre sajnos nem számíthatunk, bár jó lenne, hanem az, hogy ha egyáltalán, hogy az oroszok lassan kifogynak a precíziós fegyverekből, és nem tudják ezt után gyártással pótolni. Ezért is használnak egyébként ilyen nagyon durva romboló fegyvereket, amik hát nem precíziós. Tehát ugye, ha egy lakóházat lövök, akkor teljesen mindegy, hogy ez az Ulyanovszkaja ulicának a 23-as számú tömbjét hatalálja el, vagy a 28-asat. Tehát ez lehet olyan. Ha már fegyverek, Volodymyr Zelenszky a BBC-nek nyilatkozott, most a legfrissebb interjújában azt mondja, hogy a nyugati fegyverszállítások igenis a békéhez közelíthetnek, mondja egyébként egy belső ellentmondást hordozó mondatban. Annak látszik. De vajon igaza van-e, hiszen azt mondja, hogy mélységbe tud kárt okozni akkor az ukrán fél az orosznak, hogyha ezekkel a precíziós fegyverekkel rendelkezik, vagy akár légi támogatást tud adni ezekhez. Tudom. Igen. Én azt gondolom, hogy nincs ellentmondás, hiszen a magyar kormány szint van, mert ő azt mondja, hogy nem több fegyverszállítás, béke. A magyar kormány ugye azt a békét képzeli el, amely a jelenlegi állapotot stabilizálja, ami abszolút az orosz érdek. Az abszolút orosz érdek, hogy annektálunk, felügyeletünk alá vonjuk a megszállt területet, és egyébként az ukránok húzzák be fülüket, farkukat. A nézőknek mondom, hogy Luhanszk fele, és Luhansk egész, majdnem egésze és Donbász fele már orosz kézen van. Tehát ez így igaz. A demokratikus világ viszont azt mondja, hogy ez egy agresszió, és ráadásul olyan fajta precedens, amit egészen biztosan meg kell akadályozni és meg kell állítani. És hogyha mi belegondolunk, csak egy nagyon picit empátiába kezeljük a helyzetet, akkor mondjuk, hogyha Magyarország felé jönnének, és Magyarországot bármilyen területről egy-egy megyét lecsatolnának, akkor milyen belső érzéssel fogadnánk, és mennyire nem értenénk, hogy a világ miért nem szolidáris, mint például a magyar kormány nem szolidáris. Próbáljuk egy kicsit objektív, bocsáss meg, azt hittem, hogy befejezted. Nem, levegőt vettem, de hogy próbáljuk meg talán picit objektívek lenni. Ugye itt egy háború van. Háborúban két fél szokott egymással harcolni, most is ezt teszik. Ma még két fél. Két ez így is fog maradni. Hát, a fehér oroszok? Lehet ezzel stragozni két fél. Nem kell azon csodálkozni, hogy ellenkező a céljaik. Ugye, ha nem ellenkezők lenne a céljaik, akkor nem lenne háború. Másik dolog, azon se kell csodálkozni, hogyha valakit megtámadnak, akkor az védekezni akar. A védekezéshez pedig nyilvánvalóan fegyverek szükségesek. Ha azt gondoljuk, és én azt gondolom, hogy ennek a háborúnak akkor lesz vége valamilyen módon, ha az oroszok nem győznek. Ukránok sem fognak a szónak a klasszikus értelmében győzni, de az oroszok győznének, akkor az egy dolog, de nem fognak győzni. Ahhoz, hogy az oroszok nem győzzenek és ne győzzenek, és akkor előálljon egy olyan helyzet, amikor valami fajta tárgyalásos modus vivendit lehet, nem végleges megállapodás, modus vivendit lehet találni, ahhoz az ukránokat meg kell erősíteni, ahhoz, hogy ellen tudjanak állni. Tessék ránézni a térképre, az várható most, hogy a következő hetekben 400 ezer körüli orosz katona fog rázódulni Ukrajnára. Nagyon rosszul felszerelt, nagyon rosszul kiképzett, de 400 ezer katona. Azért azzal szemben valamit kell csinálni, nem beszélve a rakétákról, amiket lövöldöznek, meg a cirkáló rakétákról. Azt látjuk, és két kérdést teszek fel egyszerre, hogy az amerikaiak arra figyelmeztetik az ukránokat, hogy nagyon sok lőszert használnak, nagyon sok lőszert lövöldöznek, és valamiféle szemléletváltás szükséges, valami nyugati vagy angol száz takarékosság ahhoz, hogy finanszírozni tudják az ukrán hadsereget. Ez az egyik. A másik, az pedig az az aggasztó jel, hogy Oroszország felmondta az Európa Tanáccsal kapcsolatos egyezményeit, szerződéseit. Ugye a háború kitörésekor már kizárták az orosz felet, de kilépett, most mondták kilépett, föl. Kilépett Oroszország. Hát, kitörésekor, de mindegy. A cikkek azt mondják, hogy első körben belengedték azt, hogy kizárják őket, és akkor erre másnap kiléptek. Ez így igaz. Igen, ez igen. Így van, igen, igen. Persze, de igen.
Hát, az amerikaiak figyelmet nem akarnak háborúba bonyolodni az oroszokkal. Ugye az eddigileg az, hogy az újságok mit írnak, meg ilyen jött, mert szakértők, mint én vagyok, mit mondanak, ez egy dolog. De ugye tegnap Blinken figyelme azt mondta, hogy a Krím visszafoglalása az egy olyan vörös vonal lenne, amit az oroszok valószínűleg nem viselnének el. Ugye ez azt jelenti, hogy kedve Zelenszky, ne pacakolja Krímmel, mert az legalábbis ideiglenesen nem fogod visszafoglalni. Hát, ez egy nagyon bonyolult helyzet, amiben nagyon nehéz egyértelműen állást foglalni egyébként, és ráadásul ugye nem arról van szó, hogy egy tökéletes demokrácia áll szemben egy másikkal, mert hát az ukránok se egy tökéletes demokrácia. És utolsó megjegyzés, ez kicsit cinikusnak hangzik, az, hogy az oroszok fölmondták ezt a 21 szerződést az Európa Tanácsán, ennek nincs jelentőség, és soha nem tartották be. Az imént a bejátszóban láttunk egy sorozatvetőt, amely néhány szempillantás alatt magyar pénzre átszámítva néhány 10 millió forintot lőtt ki. Tehát akkor, amikor az amerikaiak megkérik az ukránokat másfajta hadviselésre, bizonyos takarékosságra, akkor alapvetően arról van szó, hogy nyilvánvalóan a másik oldalon is fogy a lőszer. Az oroszok mennek Korea felé, mennek Irán felé eszközöket és fegyverzetet utánpótlást kérve, nyilvánvalóan Ukrajnának pedig segít a NATO és a nemzetközi közösség. Ez viszont marha sok pénzbe kerül, és egy éves évforduló kapcsán azért látszik, ezt a szociálpszichológia is ismeri, hogy fárad a társadalom, fárad a figyelem, fárad a közvélemény, és fogy a pénz. Ezek mellett kellene azt garantálni, és ezek mellett kell azt biztosítani, hogy mégis Ukrajnának legyen elég lőszer ennek a 400 ezernek a megállítására. Noha őket nagy valószínűséggel mészárszékre küldik, akkor is óriási nagy károkat tudnak okozni, alapvetően az ukrán infrastruktúra. Már olvassuk azokat a híreket, hogy itt-ott egy-egy orosz katona öngyilkos lesz a helyet, hogy vissza akarna menni a frontra. A záró kérdés, ez a tavaszi hadjárat, amiről beszélnek, és amiről már említést is tett ennek kapcsán a 400 ezer katona kapcsán. Ez milyen eredményt hozhat az oroszok részéről? Ugye ez folyik, ez a hadjárat, elkezdődött már. De két kimenetele van neki. Ugye vagy nagyon sikeresek az oroszok, vagy nagyon nagy vereséget szenvednek az oroszok. Mind a kettőnek az az eredménye, hogy megváltoztatja a politikai helyzetet is. Tehát ha bármelyik következik be, nagy valószínűséggel akkor növekszik a tárgyalásoknak, a megállapodásnak, vagy valami fajta modus vivendinek az esélye. Ha ez ilyen elhúzódó mismasolás lesz, akkor az folytatódik, ami eddig. Én azok közé tartoztam, akik azt gondolták az orosz haderőről, hogy óriási ereje van, és már legyőzhetetlennek tűnik, és marha sikeres lesz egy ilyen konfliktus kapcsán. Az első hetekben kiderült, hogy az a stratégia, amit megfogalmaztak, az kudarcot vallott. Én azt gondolom, hogy benne van a pakliban, hogy ez a második nagy hadjárat is hasonló sorsra jut. Uraim, a következő napokban az egyéves évfordulóra fogunk emlékezni, jöjjenek máskor is. Köszönjük szépen a szakértői hozzáállást. És akkor folytatjuk a startot.